A szerdán tartott rendkívüli testületi ülést megelőzően egy szakmai bírálóbizottság és az önkormányzat előkészítő bizottsága is véleményezte a beérkezett 4 pályázatot. Mivel a jelentkezők egyike sem kért zárt tárgyalást, nyílt ülésen ismertette az önkormányzati bizottság elnöke a grémium állásfoglalását, és kitért a szakmai bizottság javaslatára is. Ők a tegnapi napon értékelték a 4 beérkezett pályázatot, és a pályázati anyagok áttekintését követően megállapították, hogy a 4 beérkezett pályázatból 1 pályázat az, amely minden tekintetben megfelel a feltételeknek, így érvényesnek nyilvánítható. Tehát tulajdonképpen ez az az 1 pályázat, ennek a tartalma és a pályázó személye, amelyről lehetősége volt a bizottságnak és a testületnek is dönteni. A testület jelenlévő tagjai egyhangú szavazással döntöttek úgy, hogy eredménytelenné nyilvánítják az álláspályázatot, összhangban a bíráló bizottság szakmai állásfoglalásával. A legfontosabb mondani valója és útmutatója a döntésünkhöz, hiszen ez nem kötelező érvényű, az volt, hogy eredménytelennek javasolják nyilvánítani ezt a pályázati kiírást, és javasolják, hogy gondolja át a testület egyrésztről az intézményi struktúrát, vagy pedig amennyiben továbbra is ezt a struktúrát kívánjuk megtartani, akkor a jogszabály 90 napot ad nekünk arra, hogy egy újabb pályázati kiírást jelentessünk meg. Az esetleges átszervezés módozatait a következő ülésre dolgozza ki a hivatal. Ekkor döntheti el a testület, hogy átalakítja-e a város intézményrendszerét, vagy ismét kiírja az igazgatói álláspályázatot. A döntésig továbbra is helyettesítő látja el a vezetői feladatokat a művelődési intézmény élén.